Na szép jó napot kívánok így idei évben utoljára, innen a monitor mögül. Folytatjuk a tisztogatást a gát körül, egy olyan másfél-két órában. Utána pedig elköszönök az idei évtől végleg. Reméljük, hogy tartalmasan eltöltjük ezt az utolsó nekifutást idén. Jövőre 5-én és 6-án fogok legközelebb ráérni, addig mindenki kiózanodhat, illetve hát újult erővel vághat neki az új évnek. Hál' Istennek megint ugye sötét van, mert ezt minden belépéskor eljátsza. Ezeket a nyomorult olajakat kellene összeszedni valahogy. A leginkább baj vele csak az, hogy hogy. Mert ugye az egyiket azt itt fönt valahol kidobtuk, úgyhogy azt mielőtt még elfelejtem, hogy hol tartom, azért nagyon is el kéne menni. Úgyhogy az lesz az első, amit megkeresünk. Remélem, hogy megtaláljuk így is, akár még sötétbe is, mert nem lenne hátrányos, hogyha meg lenne. Lassan, mert a kövek oda vágnak. Tegnapi nap folyamán rengetegszer kidobott a játék. Ennek nem tudom, hogy az volt az oka, hogy az Epic Launcher, gondolom, tele volt, szép volt, tele volt izével, letöltéssel, ugye a Tomb Raiderek miatt, vagy csak simán net problémám volt, vagy csak simán throttlingolt a gép, amit kétlek, mert 50 fok fölé nem mentem, szóval fogalmam sincs, hogy miért csinálta. Remélem, hogy ma nem fogja, ha fogja, akkor lehet, hogy újra fogom húzni a játékot, mert akkor valami baja lesz szerintem. És az annyira nem előnyös. Majd kiderül, majd meglátjuk. Aha, mutatja már, hogy hol szórt. Megjöttünk, hello. Örülök. Jó, kezdünk. Kifejezetten jól. Szeretem, amikor így alakulnak a dolgok. Nincs is szebb dolog a szopásnál, már bocsánat. Nem baj, ezzel úgyis visszább akartam jönni, mert ugye üres a izé a tartály, úgyhogy valamit muszáj kezdeni magammal, illetve egy rengeteg pénzt elcsaptunk üzemanyagra, még kivadáztuk a roncsokat. Továbbá a javításaik sem voltak feltétlenül ingyen, úgyhogy ja. Nem ártana valami olyan feladatot is teljesíteni, amiből esetleg profitom is lesz. Mert így, hogy azért az üzemanyag pénzbe kerül, azért kicsit jobban oda kell figyelni. Éppen ebből kifejezőleg nagyon jó, hogy így élből megborultam, mert hát ugye ez is üzemanyagba kerül. Tehát ez van. Jártunk egyszer, úgyhogy talán nem lesz baj. De jó, nem láttál odáig, de örülök. Még mindig nem. Még milyen jó lett volna.
már jó lesz, talán. Na. De jó vagyok, bazd meg, el se hiszem, kurva jó. Úgy. Na hát ezt hogyan állítsam föl akkor innen? Szóval most már lehet, hogy a fához is elérünk. És még csak közelébe se kerültem a feladatnak, amit kitűztem célul, úgyhogy megint csak szenvedés van. Azt lássam, amit szeretnék. Nagyszerű. Na, akkor próbáltunk tovább menni úgy, hogy nem verjük tovább agyon a szerencsétlent. De legalább bemelegítettünk, úgyhogy nincsen semmi gond. Így átlépünk hozzá. Megpróbálunk még egyszer ide besunnyogni. Megpróbálom kirángatni onnan azt a szart. Nem biztos, hogy egyszerű lesz. Jó, bedobtam oda a susnyásba. De el is feledkeztem róla, amikor próbáltam kimenteni azt a szutymákot. Úgyhogy még jó, hogy a térkép segít, ezt jelzi, de egyébként jó, tudnám, hogy hol kell keresni, csak olyan szempontból szar, hogy nem tudom, hogy el fogok-e tudni úgy talpalni, hogy elérjem. Ja, igen. Pontosan ide dobtuk ki. Nagyon jó volt. Rossz gombot nyomtam leginkább, de akkor próbáljuk meg egy kicsit okosabban. Azt, ahogy bedob... ez nagyon jó lett. Ez így legalább működött. Úgyhogy ezt elpakoljuk. Ezt meg igazából hiába kötözöm be, mert hogyha... hogyha fölborul, akkor mindegy. Általában leszakad róla. Így, ahogy van, el is tudjuk vinni a kútra lényegében. Mert hogy mi is arra fogunk menni. Nem szeretem a másik oldalon a lejáró szakasz, de kénytelen leszek használni, mert nincs jobb ötletem leginkább. A legtöbb pontokat még mindig a főküldik adják, de most nem azokat csinálom. Majd idővel. Ezt majd még ki kell tervezzem, hogy hogyan logikus, hogy melyiket milyen sorrendben érdemes csinálni. Most itt is lemenni, elég
szenvedős, mert ugye... Alapvetően nem ment bonyolult, csak ugye lemegyünk, és akkor... kétszer kell fordulni, hogyha nem viszek semmi olyan dolgot, ami... amivel egy körrel fel tudom hozni. Mert nem biztos, hogy a legjobb ötlet tud lecincálni egy trailert. Meglátjuk, hogy hogyan alakul. Jól néznek ki ezek az olajos hordók. Teljesen környezetbarát, hogy ez így kim volt ott a mező közepén. A vízben, meg ilyenek. Na fassa, közben ott hátul kimegy a pályáról, nagy sebességgel kanyarodunk. Tényleg azt mondtam, az első térképen egyébként van ilyen supply pont, ahol fel lehet tölteni a javítókészleteket, vagy csak itt van a gátnál. Egy megvan. Ezt megtankoljuk. Nem recover barom. Change track. Egy. Megtankoltunk, na kérem. Na, és akkor itt a feladat pedig úgy folytatódna, kérem, hogy össze kéne szedni innen a ezeket a tartályokat még. Ahhoz rengeteget kéne fordulni. Viszont van itt egy, meg itt egy cementes zsák, azokat ide le kéne rakni. Van itt egy az úton, meg ott a folyó közepén, azok nem bonyolultak, csak most azért lerángatni egy trailert, hogy... ezeket mind fölhozzam. Hát, mert meglátjuk, hogy ezt hogyan érdemes csinálni. Mert ha fognék egy trailert, és kimennék ezekért, akkor ezeket egy húzamba össze tudnám szedni.
meg ezekből is egyet. Na igen, tehát itt több feladatot is meg lehetne egyszerre valósítani ezen az oldalon. Lehet, hogy kéne a trailer a túloldalról. Hozzuk át, próbáljuk meg. Aztán majd meglátjuk. Tudom, hogy itt parkol egy a térképnek a szélén. Az lehet, hogy ideális lenne a feladat eszközölésére. Gyorsan visszajövünk ide a közelebbi civilizációhoz, ha ezt így szabad mondani. Mert ez se egy nagy település. Még jó pofa lehet egy ilyen helyen lakni. Úgy lényegében, mert gondolom, hogy mindenki mindenkit ismer, szó szerint, tehát laknak vagy néhány százan, és akkor így kis csöndes, nyugodt környék, mindenki mindenkiről mindent is tud. Fú, még a hideg is kirázd, de hogy jó, fúj. Egy idő után szerintem inkább frusztráló. Van egy fajta fordulóívünk, de semmi gond. Na, megyünk is vissza. Érdekes infókat dobál ki egyébként itt a képernyő aljára, hogy minden 14. munka hely kapcsolódik közvetlenül kamionvezetéshez vagy ilyesmihez. Meg hogy a nőknek 6,8%, vagy a sofőrök 6,8%-a ma már ugye nő. Egyébként érdekes, mert ugye sokan mondják, hogy általában a nők vezetési stílusa sokkal defenzívebb. Ami ilyen szempontból ugye érdekes, mert ugye elméletileg akkor óvatosabbak, meg körültekintőbbek, mint a férfiak. Főtankolunk. Most megpróbáljuk összeszedni a dolgokat. Nem szeretem ezt az utat, de mindegy, menjünk errefele. Viszont jó lenne, hogyha azt a küldetést látnánk, amit csinálunk. Kezdjük ezzel, mert itt van két ilyen szutyok, amit le is tudunk egyből rakni. Aztán elmegyünk, szerintem összeszedjük ezt a kettőt, itt addig itt hagyjuk az utánfutót, lepakoljunk. Aztán eljövünk, lerakjuk itt az utánfutót, kidarúzzuk rá ezt. Elmegyünk itt hátul, összeszedjük a maradék kettőt, és úgy jövünk vissza. Közben kell üzemanyag, akkor a szopás. Nem, hát maximum lemegyünk a kis autóval, aztán megtankolunk. Csak itt inkább lassan, mert ez buta egy szakasz. Jók ezek az elhagyatott házak. Szépek lehettek fénykorukba. Mondjuk ez most is szépek, csak kár, hogy nem lehet velük semmit se kezdeni.
Na, a térkép az már dolgozik is, az már jelzi, hogy mi merre hány méter. Már legalább magabiztosan közlekedek át a vizeken a izé miatt, a szuszogó miatt. Legalább azzal nem lesz baj. Lassan, mert aztán itt megborul a picsába, akkor nem jutunk egyről a kettőre sehogy se. Igen, itt is ilyen dimbes, dombos, őrült szakasz van. Nem szeretek erre járni, de hát tényleg ez a legnormálisabb, mert most mentem volna le az ének. Ú, bakker. Adj egy fát, biztos, ami biztos. Ja, jó. Hála jó Istennek. Nem, nehéz, nem mindig érzem a kocsinak azt a súlypontját, aminél még lehet haladni, meg ahol már borulna föl. Itt például kifejezetten megint az lesz, hogy... Hogy próbálunk a fától elférni, de... Félő, hogy megborul. És az annyira nem fasza. Most veled mi a szar van? Szopac, ember! Ne akadjál már be, te buzi! Hát ezt nem hiszem el. Menj már anyádba! Komolyan, mostanában fölidegesít. Azért rám. Utána futó szopat le. Nem vicces. Nem haladunk gyorsan, de legalább nagyon lassan. De most biztosra akarok menni, az az igazság. Nem akarok errefele megint főborulni, mert innen aztán még nagyobb szívás kimenteni.
Hegy megvan. Irány surány tovább. Ögyni. Na ezt legalább szépen bedarúztam. Oké, kettő megvan. És most már csak átvágunk a vizen, remélem sikerülni fog. Elméleg a szuszogó miatt itt nem érhet minket meglepetés, de hát a trailer az lehet, hogy vissza fog fordulni. De mondjuk, hát csak nem. Na mindjárt meglátjuk. Vágjunk át a folyón. Kicsit tol a víz, de annyi baj legyen. Egyelőre nem mossa ki az olajat a motorból. Sima liba, nincs itt gond. Most már lehet, hogy van. Nem, nincs, jó van. Kicsit megborított minket a sodrás, de nem essünk kétségbe, halál nyugodtan átzörgünk. Ígyni. Tökéletes. Lerakjuk ezt a szerencsétlent. Ez eddig megvan. Egy pillanat türelmet kérek, telefon.
Bocsánatot kívánok, munkaügy volt. Mondjuk leállíthattam volna addig a motort, na mindegy. Most az a kérdés leginkább, hogy vigyem-e magammal már most a trailert. Mondjuk ideig elrángathatom. Végül is. Ja, odáig elrángathatjuk. Úgyis arra fele... Hoppá, kell lenni. Azt meglátjuk, meddig bírjuk naftával. Remélem, hogy nem lesz gond. Mert valószínűleg... Hát nem fogja kibírni, mindenképp le kell jöjjek valószínűleg a kis autóval is lehozni az üzemanyagost. De nem baj, mert akkor legalább megcsináljuk a többi feladatot, és itt van úgyis a Michigan Trail, meg az antenna. Azt akkor a kis autóval arrafele föl tudok majd menni. Hát errefele azt hiszem a gyorshajtást azt elfelejthetjük, mert ez takony ez az út. Megpróbálom minden velem szemből úgy feldarúzni, hogy ne boruljunk meg, mert azért itt ez a sár, ez nem maga biztos, de legalább elég sok fa van, tehát hogyha valami gázon, akkor kicsörlőzünk a picsába, azt akkor nincsen gond. Magább is remélem. Nem közel jövök, amilyen közel csak lehet. Így, ez a legközelebbi, amit lehet. És akkor most, ha minden igaz, akkor már csak meg kell próbálni óvatosan megfordulni. Mindig kevésbé lengessük ki a súlypontot, de elég stabilan állunk, ahogy elnézem, úgyhogy talán nem lesz ebből baj. Mindig elkezdett forogni, az nem jó. Jaj, de szépen bepakoltuk azt a mindenit. Mehetünk is tovább. Na most nem kötöm le, mert itt úgyis kimegyünk a izére. Lerakjuk a pótot. Aztán kimegyünk az ér, és akkor visszajövünk, viszont akkor lehet, hogy... Hát még van 100, de még olyan literem, tehát még több, mint a fele. Na, meglátjuk, hogy mennyi marad. Nem kéne valahol lerohadni a mező közepén azért. Ez csúnya nagy hiba lenne. Úgyhogy lehet, hogy visszavisszük a cementet, lejövök a kis autóval, megtankoljuk ezt is. Aztán utána elmegyek az üzemanyagokért. Azokat viszont lehet, hogy lerakjuk itt a háznál. Elmegyek a javítós kocsival följavítani azt a izét, amit ugye itt meg kell csinálni. A kis autó mehet tovább arra, amerre akar. Majd meglátjuk. Van itt egy pár feladat, amit így összefogva meg lehetne csinálni aránylag kényelmesen. Nem lenne nagy baj, hogyha nem szivatnám meg magamat. Majd egész jó a part szakasz. Viszont akkor itt ezt a cuccot le is rakjuk. Aha, megjöttünk. Kicsit lassabban. Jó. Talán nem borulunk meg, majd a másik irányba próbálok darúzni.
Így be lehet rakni végül is. Így meg jó is. Na, nagyon király. Eddig nagyon szuper. Így, né? Most rakunk egy lükvercet. Lükverc, és kivegyünk innét a picsába. Nem vagánykodok, ezt visszavisszük, mert... ezzel visszazörgetünk oda. Hogy ez a feladat kész legyen. Ez kemény, itt jó a part, itt lehet veretni. Csak ne érjen meglepetés. Na, ez is le van szállítva. Jöhet a jó izé, győzelem izene. Zsír. Na, kaptunk egy kis zsetont, legalább tudunk tankolni. És akkor van még itt a... nem a fuel. Ez ófasz feladat egyébként, ezt nem tudom eddig miért nem csináltuk meg. Hanem van itt az, ez a balesetes dolog. Ugye ehhez van itt még ugye kettő, igen. Meg itt a harmadik. És ugye itt a trailer. Úgyhogy vagy ezt kéne csinálni, csak ez az a baj, hogy ugye ha össze is szedem, utána itt le kéne rakni, mert itt lenn még van feladat. Ideig el kéne jutni ezt a Repair the Truckot. Ez nem tudom már, nem emlékszek rá pontosan, hogy itt mi a feladat, úgyhogy szerintem jövünk a scoottal, mert azzal itt úgyis föl kell jönni a dombokon, meg meg kell keresni az antennát. Itt van. De csak annyi, hogy ide kell jönni érte. Viszont pont ott van az a Michigan Trail. És ez nekünk igazából tök egyszerűen meg végrehajtható feladat lenne. Így induljunk neki. Na, akkor legalább leviszünk egy valag üzemanyagot. Reméljük, hogy nem fogunk nagyon főborulni, de mondjuk simán benne van a pakliba, tehát szinte 1000%, hogy egyszer-kétszer sikerülni fog. Mert hogy ismerem a kocsit meg az utat, úgyhogy nem lesz ezzel gond, mert ebben legalább olyan a csörlő, hogy kihúz minket a szarból, hogyha nagyon muszáj. Itt nem akarom ezt a kis autót leszivatni. Ennek az egyetlen baja az lesz, hogy szerintem ez nem biztos, hogy átjut a folyón, mert ugye nincsen neki szuszogója még. Ez a legnagyobb hiányosság a szerencsétlennek. Minden másban, mondom, egész jó. Csak ez az, ami nem igazán akar megnyílni nekünk. Hát itt is reméljük, hogy át tudok valahogy jutni. Ha és nem, akkor átcsörlőzzük magunkat. Hál' Istennek nem olyan nagyon mély.
Meg amíg az orrát kidugja, addig nincs baj. Ez így nem tűnik olyan nagyon jónak. Vissza kéne tolni egy kicsit. Így is meg lehet oldani a problémát végül is. Nincs ezzel gond. A lényeg, hogy óvatosan, mert lebucskázok itt a dombódalom. Azt nem rakja össze senki. Mert azért itt van szakadék. Ez se lesz sokkal barátságosabb mutatvány. Pont a nyomorult fa miatt, ami ott van, a gödrön keresztül nem igazán tud átjutni, hogyha megfogja a faág. De eddig egész jó. Nem tudom, úgy emlékeztem, hogy én itt rengeteget szívtam, még amikor megjelent a játék. Mehetnék gyorsabban, csak félek, hogy fölborul a rákba. Hát azért ez az út, ez nem egy egyszerű eset. Mondjuk jó, mert ez a kocsi ezekkel a gumikkal, meg azzal a motorral, ami most benne van, az a hál' Istennek elég kitartó lett. Mondom, csak a szuszogója a probléma. Ezt mindig egyes alkalommal el fogom mondani, amikor olyan szituáció lesz, hogy vízen kell vele átmenni. Amit úgy ejtünk, hogy vízen. Lerángathattam volna magam után igazából, amikor hoztam azét a nagy autót, csak a trailer miatt, ami így is elakadt. Egyszerűbb volt így. Na, hát ez igen, ebből a szögből visszahozni nem volt semmi. Jó, ez a váltó, ami benne van, ez tetszik. Azért ez már jobban használható. Jó, nem váltogat, viszont tartja azt a tempót, amire be van állítva. És egész kényelmesen lehet vele haladni.
Itt egy kicsit dobál, de amúgy jók vagyunk. Na hát 30 literből leszenvedtük a folyóig, ne kiabáljuk el, itt még lehet, hogy át kell majd vontatni. Itt még sok minden előfordulhat. Nem próbálok ezen az oldalon menni. Mert hogy... itt vannak ilyen rönkök, hát ha azok tudnak segíteni esetleg átcincálni magam. De eddig ez is egész szépen megy. Nem kéne elkiabálni, de, de egész mákon van. Mondjuk lényegében a hasát el se érte a víz. Nem magasan ül a kocsi. Kijavítom azt a 30 literes fogyasztást 40 literre. Na kérem. Itt nem már látjuk a... nem. Közelebb állunk. Sajnos a kapu. Úgy. Viszont itt nem már talán tudok refuelolni. Ja igen, csak ugye ezt úgy kell, hogy abból a kocsiból nézzük a dolgokat. Így. No. És akkor elindulunk ebbe az irányba. Vagy ezt kéne visszafele húzni? Érdekes kérdés, erre eddig nem gondoltam. Bár mondjuk akkor meg ez az utánfutó marad itt. És ezt az utánfutót itt emelre az Island Lake fele mondjuk már könnyebb lenne kimenteni, mint hogy itt átrángatni minden szírszaron. Úgyhogy szerintem erre eljövünk vele. Itt lesz a bukópont, azt hiszem. Ez ilyen nagyon sáros. Megint sötétedik, csak hogy örüljünk. Csinálunk egy ilyen romános halálkaravánt. Kihúzzuk egyenesbe a szerelvényt. És magunk után kötjük a kis autót, nagyszerű. És bemehetünk is a dolgunkra. Ennél gyorsabbak valószínűleg nem leszünk. Mert majd meglátjuk, hogy mit dob a gép. Mondjuk ekkora izével vontatmánnyal nem is kell, hogy sokkal gyorsabbak tudjunk lenni.
Jó nehezek vagyunk, ahogy elnézem. Mert azért küszködik. Alapjáraton eszi a 10 litert. De halad, ez a lényeg. Itt ez nem a Need for Speed, itt máshogy kell gondolkodni. Kéne bele matricákat rakni, azok tök jól néznek ki, amikor rommá van matricázva a műszerfal. Legalábbis szerintem az olyan kicsit olyan hipp is, olyan laza. Elméletileg jó haladunk, ha minden igaz. Elég mélynek tűnik, hogy izgalmas legyen. Meg mi történt? Hello? Nem örülök neki annak, ami történik, de az a kis autó talán át tud jönni magától is. Maximum, hogy magunk után húzzuk. Nem olyan vészes, csak valamiért megakadt az elején. Pont itt vagyunk már a feladatnál, szóval lényegében mindjárt ott vagyunk. Itt a GMC. Miért indította be a... Ne indítsd be a motort ott a víz alatt, vagy ilyen olyan helyeken. Csak nem borul meg, reméljük. Na, mindig még odébb rángathatom. No. Az a lényeg, hogy... Task. Így van, és csak annyit kell csinálni, hogy fogjuk a cuccot, és összedobáljuk. Ennyi, ezért jöttünk. Elpacsékoljunk egy csomó izét, javítási cuccot. Mindegy, mert meg is csinál. Megvan a feladat legalább. Egy kicsit kijebb áncolgunk még azért ennem. Map szerint pedig elzörgünk mondjuk ide. Ja, mondjuk oda, az úgy jó lesz. És akkor find the antenna.
Az jó lesz. A halálkaraván, az megy. Azért ezekkel az offroad kerekekkel azért sokkal magabiztosabb a járgány, mint azokkal a lapizékkel, sima pofájúakkal. Na, ez még izgalmas lesz, ahogy elnézem. Nagyon figyelni kell, hogy a kis autót nehogy beindítsam, mert szerintem az itt leépülne egyből. Hűha! Hát ez nem semmi. Úgy nem is nagyon akar haladni, de miért nem? Kis autót leakasztjuk egy pillanatra, csak hogy meg tudjunk indulni. Hogy eddig jó. Már haladunk. Vagy nem. De szerintem halad, nem halad. Nem, még mindig nem halad. Ez jó, elvileg, ha duplán nyom az F-et, akkor magától elkezdi húzni a dolgot. Roppant előnyös. Ja, ez azért elég mély. Kis tócsa. Ezt húzzuk tovább magunk után. Elvileg kint vagyunk. Most egyelőre csak menjünk ki a izével a póttal. Ja, az első ilyet szépen faszán. Damage-et sérítené, vagy na, adná damage pontot, hogyha be lenne indítva, de nincs beindítva, úgyhogy nem sérül. Úgy bizony, de. Megtalálom, úgy érzem, hogy megtalálom a lehető legjobb útvonalakat, mivel hogy itt még csak csörlőzni se tudok sehova. Hát itt lehet, hogy az lesz, hogy... Ja jó, de mondjuk ebbe a nyomorút röngbe akadtam meg, szóval rohadjon meg. Azért rám. Úgy érzem, hogy megyen.
Itt elcommogunk a kereszteződésig, és itt le is rámolunk. Úgyné. Itt félreállok. És ezt itt le is csatoljuk szerintem, az egész mutatványt. Úgyné. Ezzel pedig fölmegyünk az antennához. És erre van a Drummond Island, ha jól emlékszem. Wow. Lassabban azt a hegymenetet, mert aztán elborulunk. Azért mondtam, hogy ez nem egy bonyolult küldetés. Ezzel úgy önmagában véve nem lesz probléma talán, ha itt föl nem borulok. De, fölborulunk. Basználak meg, hát mit csinálsz? Normális vagy? Álljál már lábra. Ne hülyéskedjél nekem. Mit csinálsz? Menj már egyenesen. Ennyi. Ez is megvan. Összeszedjük itt ezért, taskot. Itt van egy trailer is, ami valamit okoz. Ezt valahol majd vinni kell, azt hiszem. Nem mintha egyébként a vazsas az nem lenne jó. Na, kérem szépen, akkor ezt meg kell tervezni. Hát, jó, ez izgalmas lesz. De szerintem talán sikerülni fog. Annyi eszem talán van, hogy ezt össze tudjam hozni. Hopp, postaládákon egy kicsit átgázoltunk. Nem baj. Szóval az első hő, valahol innen megyünk majd ki, szerintem. Vagy valami ilyesmi. Oké, lendületesen, óvatosan. Oké, ez nem tűnik olyan nagyon vészesnek. Itt kimegyünk offroad. És akkor, ha minden jó, majd itt föl se borulunk. Itt egy zászló. Fú, ha most nappal lenne, akkor megint csinálhatnék tök jó képeket. De hát mindegy. Ezekhez, ha jól látom, azért elég közel kell jönni. Ú, pedig innen pont látszik a gát is, meg minden.
Csak csinálunk egyet. Rossz gomb. Mondjuk itt lehet, hogy a... Egy ilyet. Ó, ez így mondjuk nekem nagyon bejövős kép lesz. Szerintem ez így... Ó, ez így nagyon jó. Ez így adja. Zsír! El is felejtettem, hogy az időt azt lehet állítani, miközben szerkeszt az ember. Nem figyeltem, hogy honnan jöttem, úgyhogy most itt vagánykodunk. De ahogy elnézem, ez itt talán útnak tűnik. Hát, vagy valami olyasmi. Legalábbis azt hazudták. Itt, ide szerintem valahol innen ki tudunk surranni. Hogy már innen is át, hát lehet, hogy már innen is át tudnánk menni. Ja, nem kell addig elmenni. Wow, jók ezek a izék, beállítások. Direkt azért hoz ide a játék, esküszöm, hogy fényképeket csináljunk. Mondjuk érdekes, mert ugye gyárilag meg azt hiszem nem volt benne eredetileg a fénykép üzemmód, vagy hát az a fényképezős cucc. Mondjuk ezekkel az amerikás zászlókkal tök menő így fotózkodni tetszik nagyon. Azt kéne valahogy kitalálni, hogy innen hova, honnan, merre lőjünk képet. Hát innen mondjuk szerintem így. Ó, ez így baszó. Kár, hogy alapból tényleg éjszaka van, mert amúgy ezek tényleg tök jó poénok lennének, ugye, ha eleve nappal jöttem volna. Szerintem itt visszamászunk valahogy, és valahogy innen majd, vagy valami ilyesmi. Előre. Előre, nem hátra. Lámpa vissza, hogy lássunk is. Nem tudom, hogy itt a köveken ki tudok-e jutni, úgyhogy kicsit följebb megyünk. Azt megnézzük onnan. Ő lesz az A, ha minden igaz.
Megállnék, ha én lennék a te. Hát mondjuk innen nem sok mindent lehet fotózni, és itt lehet fordítva lőjük le a képet. Aha, alakul. Napos oldal, meg ilyenek. És ott pont látszik a izé. Ez itt tetszik. Ez így jó. Ha nem dob ki a játék. Természetesen kidob, mert az ugye vicces. Anyád baszna teherbe.